A kastély az 1700-as évek elején épült, ez eredetileg Rákóczi birtok volt, és egy elszász-lotaringiai származású katonatiszt volt, aki elkezdte a kastélynak az építését. Hosszú időn keresztül nemesi családoknak, a Forgás családnak, az Eszterházi családnak adott otthont ez a kastély. A fénykora is arra az időszakra tehető, majd a későbbiek során ez a kincstárra szállt, és úgy vásárolta meg a Coburg család, akinek elsősorban a felvidéken voltak birtokai. Ezt az edelényi kastélyt tulajdonképpen leányvállalatként vagy fiókintézményként kezelte, hiszen életvitelszerűen soha nem laktak itt. Viszont az az innovációs törekvés, amivel itt cukorgyárat létesítettek, bányákat létesítettek, mindenféleképpen jelentős a kastély élete szempontjából. Miután állami tulajdonba került, az Igazságügyi Minisztérium és a Budva-völgyi Bányatársaság tulajdona lett, onnantól kezdve egészen kalandos funkciók, irodák, ügyvédi irodák, bírósági épület, fogdák, börtön, majd a későbbiek során társbérletek, lakások, óvoda, földhivatal is helyet kapott a létesítményben, ami aztán a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől üresen állt, majd úgy került a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága gondozásában, és 2007-től kezdődött annak a kiemelt projektnek a kimunkálása, amelynek eredményeként megnyithatja a nagy közönség előtt is a kapuit majd a kastély. Lép Ferenc, festő, Abasárba. A négy évszak képeit kívánnám látni. Festhet vidám jeleneteket is, vad csata jeleneteket, mitológiai alakokat, ide tanító ábrákat. Maga mit csinálott, Lee? A méltóságos gróf úr nagyszerű vadászsákmányát rajzolom. Körben a világ részei legyenek. Afrika, Ázsia, Amerika, és minden mi azokat mutatja. Teve és elefánt. Én mégis most magát megbízom. Olyan képeket festek, hogy csodájára járnak sok száz év múlva is. De hogy mertél ekkora megbízást elvállalni? Elvállalom a munkát. Egy feltétellel. A híres edelényi festő Lieb Ferenc 1769-ben kapott megbízást az épület több termének kifestésére. A mester a világi falképfestészet remek műveit hozta itt létre. Az étkező falain megcsodálhatjuk Vénuszt, a szerelem istennőjét. A korabeli társasági élet pillanatai elevenednek meg a falakon, köztük a hintázó nő alakja. A négy évszak szobájában az évszakok szimbolikus ábrázolásait láthatjuk. Az urasági háló mennyezetén a sason lovagló Zeuszt láthatjuk. A falakon rokokó udvarlási jelenetek kaptak helyet. A grófné szobájának mennyezetéről pallaszaténét tekint le ránk, mellette a napkorongot viselő erény megkoronázza a bölcsességet. A szobához egy kis kabinet kapcsolódik, amelynek mennyezetén a négy kontinens szimbolikus ábrázolása kapott helyet. A keleti vendégszoba falain virágmintákat láthatunk, amit egyedi aranyozás díszít.
A díszterem kőből épített kandallóit a Forgách család címere díszíti. A díszteremből egy festett szoba nyílik, amelynek díszítését 1780-ban készítette el Fabricius Jakab mester. Az épület keleti szárnyában található a kastélykápolna és az oratórium.